Szerda, május 8-a. A jóság asszonya. Örvendeni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül, és dicsekedni fognak minden egyszívűek. Zsoltárok 33:1. Egyik nap idős hölgy érkezett a rendelőbe, én pedig szokásom szerint a neve felől érdeklődtem. Szelíd és kellemes hangon jelentette ki, hogy bunatáté, azaz jóság. Azt hittem, nem értette a kérdésemet, ezért újból megkérdeztem. Mondja, kérem, hogy hívják? Maria bunatáté, válaszolta ugyanolyan szelíd hangon. Elgondolkodtam, hogy milyen szép neve van. Bárcsak mindnyájunkat így hívnának. Talán nem lennének többé viták és nézeteltérések, mivel a jósággal nem lehet veszekedni. Éneklés közben a hangképzés ideg koordinációja eltér a beszélt hangétól. Az énekelt hang bizonyos frekvenciákon, bizonyos erősséggel, hangszínnel és időtartammal képződik, amihez minőségi, pszichoauditív koordinációra van szükség. Az énekléshez tehát szükséges az agykéreg, pontosabban a gondolkodás működtetése. Ami pedig a beszéd során képzett hangot illeti, a hangmagasság nem is tudatos, mivel a hangképzés a közti agyban valósul meg. Ennek tudható be, hogy a hanghordozás a lelkiállapot függvényében változik. Ezért szoktuk megállapítani joggal, hogy létezik harag, szelídség, bátorság, félelem, a gyűlölet és a szeretet hangja. Nem véletlenül találkozunk ilyen bibliai kifejezésekkel is, kegyelmet és igazságot énekelek, Zsoltárok 101:1. Nyelvemen a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz, Zsoltárok 119:172. A fent említett példák során működésbe lép az akarat, a gondolkodásmód, a döntéshozatal, ellenben a beszéd hangképzéssel kapcsolatban Krisztus határozott kijelentést tett. Mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Máté 12:34. Majd így folytatja. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Lukács 6:45. Szervezetünk állapotáról árulkodik a hanghordozásunk. Ez azt jelenti, hogy a hangunk testi és lelki egészségünk tükre. Miért emelik fel a hangjukat az egymással vitatkozó emberek? Azért, mert szívük eltávolodott egymástól, és azt gondolják, hogy ha hangosabbak, akkor a másik fél is meghallja a szavukat.